Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, kint csodaszépen esik az eső, ahogy látjátok. Ugye múltkor mondtam, hogy egész hétre esőt mondott, bár szombattól vagy péntektől azt hiszem, hogy újra visszajön a jó idő, a napsütés, ugye elmegy ez az eső, legalábbis nagyon remélem, ugyanis esik. Az előbb elmentünk a boltba. Én és a feleségem, ugyanis a Davis a szüleimnél van, a Lucas Mayer iskolába, és megásztunk, képzeld el, kint álltunk meg az elsős részre, ugyanis nem volt fedett rész, és megásztunk, úgyhogy hazajöttem, átöltöztem, amúgy végeztem a munkával, de még nem ebédeltem, ugyanis apukám jön most nem sokára át, és csináljuk a csónakot, ugye, amit a múltkor vásároltam, úgyhogy ezt meg fogom nektek mutatni. Csak húzom a fölsőmet, ugyanis azóta készítettünk, csináltunk egy pár dolgot vele. Itt van a fölsőm. Kivágtuk a hátulját, ugye el volt rohadva. Na várjál, felveszem a fölsőmet és megmutatom nektek, hogy hogy néz ki, meg hogy mit csináltunk eddig, meg hogy mit tervezünk még vele. Itt van az esernyő. Kiraktuk az előbb, és a szél elvitt, ugye, és rettentően fúj a szél, várjál. Azt hiszem, hogy ide beállítom. A feleségem fog elmenni majd a lükösszél az iskolába, ugyanis nincsen esernyő. Mi mindig kérem vettünk neki ezt a pici esernyőt, hogy el tudja magával vinni. Amúgy most annyira nem esik, éppen, hogy csak így pötyörök. Tehát nem is esik, látod? Az előbb rettentően esett, komolyan mondom, úgy megászni, egy csulom víz volt minden. Várjál, nézem a kulcsomat, úgyis hozom a távirányító garázshoz, és megmutatom nektek. Lát az esély, hogy csak egy-két szeme most esik. Mutatom nektek, aki nem látta a múltkori videót, hogy miről beszélek, ugye volt ez a zöld csónakom, ez a motorcsónakom, amit vásároltam, és vásároltam egy másikat, ami jelenleg itt van bent a garázsra, ugyanis a múltkor mondtam nektek, hogy be fogom ide állítani ide. Mégis így néz ki, egy ilyen verseny motorcsónak volt valamikor, hogy pontosan mikor azt nem tudom, és a belsőben ugye nincsen semmi, azt meg akarom majd csinálni. Amit csináltunk, ugye ki volt rohadva a hátulja. Ezt raktuk fel apukámmal, kivágtuk ezt az egész részt, mutatok egy pár fényképet nektek, hogy hogy nézett ki, ugyanis ez el volt rohadva az egész hátulja, tehát belevágtunk, és olyan, mint a foghúzás, nem a foghúzás, akkor emlész a fogorvoshoz, és fáj a fogad, és belefúr, és fúr, és fúr, 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 és a végén kiderül, hogy kell ugye egy gyökérkezelés, mert az egész el van rólva, az egész gyökere. Mi majdnem úgy jártunk, hogy levágtunk az aljáig, és az egész el volt rohadva, kivéve ez a két széle, tehát ennek ugye itt nem volt olyan, a közepén minden el volt rohadva, úgyhogy ezen még jelenleg dolgozunk. De raktunk bele ilyen fadarabot, ez a másik, és a harmadikkal így összekötöttük, a belsejébe pedig mutatom. Oda is raktunk, ami még nincsen kész, tehát össze van csavarozva, hogyha rámegy ugye ide a motor, nehogy szétessen majd. Jelenleg ezen dolgozunk apukámmal, hogyha ez kész van, akkor be kell, mutatom. Ezeket el kell tünteni, ezeket a lukakat, ugyanis aki volt ez a hajó, meg akarta csinálni, így bepecselte, látod, behúzogatta, én ezt most már mind lecsiszoltam, de rosszul csinálta és újra kilukadta az egész, tehát ezt meg kell csinálni, még egy pár hasonló dolgot. Ezen fogunk dolgozni apukámmal ma délután, tegnap este is itt volt, nem délután, és olyan 6 óra körül végeztünk vele a hátuljával, ugyanis utána már elég sötét volt, meg hideg, meg esett be az eső mindenfelé, úgyhogy sok mindent nem csináltunk vele. Megérkezett apukám, közben eltelt körülbelül egy óra, vagy másfél, és elkezdtünk dolgozni a csónakon, megmutatom, hogy eddig mit csináltunk. Beraktuk ide ezt a fadarabot, ahogy látjátok, oda raktunk bele egy pár csavart, és elkezdtük ki gittelni, még teljesen nincsen kész, azt a felét befújtuk ilyen habbal, ami ugye így megduzzad. A lukakat kigitteltük itt. Most meg fogjuk csinálni így az oldalát is. Aztán az előző tulajdonos nagyon durva munkát végzett, és kigittelte ezt az egészet. Mi visszacsiszoltuk. Ahogy látjátok, ilyenek vannak benne, úgyhogy ezt újra fogjuk mi gittelni az egészet. Meg egy pár olyan helyet, amit ugye nem csinált meg például itt, ilyen letörés, vagy benyomás, vagy valamit, ilyen dolgokat újra fogunk gittelni. Aztán az olyan van egy darab, ugye, amit mutattam nektek, hogyha mutattam, azt ki fogjuk gittelni. És hogyha megszárad, akkor elkezdjük csiszolni, hogy ma megszárad, vagy nem tudom. Ha megszárad, akkor csiszoljuk, hogyha nem, akkor majd valószínű, hogy holnap. Amúgy ott a gitt, látod, ezt használjuk. És amúgy elég gyorsan megszárad ez az egész, azért egy picit kell csak keverni, rárakjuk, gyorsan megszárad, aztán majd meglátjuk. Amúgy van nekem egy ilyen, mutattam micsodám, amivel ki lehet húzni ilyen hideg, ilyen hajóra való, várjál, hova oda tettem, hogy a réseket ki tudod húzni, és hogyha rezeg, azt mondja, hogyha rezeg a vizen, akkor nem fog megrepedni, ilyen szilom,
plasz, vagy szikoplasz, vagy minek hívják, látod? Ilyen, pont ilyen hajóra való, úgyhogy a réseket ezzel ki fogjuk húzni, meg ki fogjuk tömni, és ha rámegy a vízre, és ugye, hogy rezeg rajta, meg minden, nem fog meglepedni, és a víz nem fog rajta bemenni. Legalábbis nagyon remélem, hogy ha bemegy rajta a víz, akkor rossz munkát végeztünk. Nem mindegy. Úgyhogy most csináljuk tovább, ahogy látjátok, és majd megmutatom nektek nem a végeredmény, de hogy ma meddig fogunk eljutni vele. Csináljuk az alját, mutatom nektek, felemeltük egy kicsit a csónakot, ráraktuk egy ilyen olyanra, látod? És itt volt nem is egy luk, hanem egy ilyen horpadás rajta, nem horpadás, hanem ilyen bemélyedés, mint aki akar lukadni, úgyhogy most azt fogjuk, vagy apukám már fecsődött, hogy látjátok. Amúgy a tetejét megcsináltuk, majd vissza kell csiszolni, a háttűja is kész. De most már jobban néz ki a háttér szerintem, mint amilyen volt, mikor mutattam nektek korábban. Ez is be van mindenhol. Látjátok? Alul is fiberglass-os ilyen kenővel. Nem tudom, hogy mondják. Ilyen fiberglass-szal be van kenve az alja. Úgyhogy nem hiszem, be fog folyni rajta a víz. Le lesz még úgyis majd festve. Be lesz kenve azzal a másikkal, úgyhogy nem fog bemenni rajta a víz. Ez a fele is készen van neki. Nagyjából. Úgyhogy készen van? Megnézzük! Ott van, ott van! Látod? Megszárad, és jó lesz. Máshol nem láttam majd sehol lukat, vagy valami vágás, remélem, hogy nincsen rajta, mert akkor be fog folyni a víz mindenhol. Ezt majd meg kell húzni a csavart, mert ez mozog, látod? Na! Úgyhogy, még pecsoljunk egy kicsit tovább, aztán bemegyek. És meg kell most akkor, mert tiszta poros vagyok megint mindenhol, legalábbis a kezem, és megnézzük, hogy mit csinál a család. Végeztünk, legalábbis mára végeztünk apukámmal, bejöttem, itt vagyok éppen a Lukasznek a szobájába, szervusz! Hello. Mi a helyzet? Semmi. Mit csinálsz? Semmi. Átpakolta Lukasz a szobáját, amúgy ugyanis ott voltak a figurák, ott a függöny, nem függöny, mi mögött, ugye? Most ott van! Most ott van. Mondtanék, hogy rakját oda. Mit csinálsz? Ugyanis ugye a nap, ahogy tűzi, meg fogja enni a nap. Már nem eszi meg a nap, de elmegy majd a színe az összesnek, meg elkezd majd nem jó lenni a doboz. Most ide átratta az összeset. Most csak azért, tudod, mind kell aggódni itt? Az, hogy nehogy véletlen leburuljon, és mert én a Davis véletlen megfogja, vagy meglöki, és az egész el fog burulni. Amúgy, tudom, amúgy mit akartam mondani? Sokak kérésére a Lukasz készített, hányat készítettél? Egyet vagy kettőt? Kettő darab magyar videót. Ez a magyar videó, mármint egy videót, ami magyarul beszél benne. És ez a videó... Így lesz a csatorna mostan. Így lesz a csatorna. Ezentől azt mondta a Lukasz, hogy magyarul próbál videókat készíteni egy darabig legalábbis. Úgyhogy majd meglátjuk, vagy meglátja, hogy nektek hogy fog tetszeni. Akik nézik. A Lukasznak a csatornáját, aki nem ismeri itt a videó alatt, ha nem felejtem el, akkor be fogom linkelni, hogy elfelejtem, és be akarjátok nézni, akkor szóljatok rám. És be fogom linkelni. Szóval, amúgy miről csináltál videót? Egy, nem beszélek arról még, lesz surprise. Meglepetés lesz, rendben van. Lego. Nem, van, én csak föltettem ezt a Lego. Mit? Én nem tudom. Lego figura. Én csak találtam. Gyönyörű. Amúgy tudod, hova nem mentünk még el? Hol? Múlt héten mondtam, hogy elmegyünk megnézni a Wonder Woman-t. Ja, megnézzük a Wonder Woman-t! Ja. Valószínűleg el fogunk menni. Mikor? Lehet, hogy inkább majd jövő héten. Jó. Most jön a téli szünet. Mikor? Június? Jövő héten? 23-án. 23-án? Ja, nem 20-dik! Hogy 23-án? Még az a pénteken, ja? Az péntek lesz 23? Ja! Ja, na minden. Akkor pénteken, utolsó nap és két hét tavaszi, nem tavaszi, nem is húsvéti. Milyen szünet? Téli szünet lesz! Na, úgyhogy megnézzük, mit csinál a Davis rendőr, legalábbis én meg megnézem. Nézzük a magyar videók! Nézzük a magyar videókat. Amit tudod, mire gondoltam? Volt egy ötletem. Ugye sokan kérdezitek, ja mindig van ötletem, sokan kérdezitek, hogy mikor lesz nyeremény játék. Arra gondoltam, mi lenne, ha kisorsolnánk az egyik ezt a fidget spinneredet. Az újat. Azt az aranyszínűt, vagy a régit. Mit szólsz hozzá? Lehet, hogy jött lenne. Ha gondoljátok, hogy jó ötlet, ide a videó alá írjátok meg, és a szombati videóba kisorsoljuk az egyiket. Mi? Azt mondta Lukasz, hogy nem adjuk el az övét, vagyis nem ajánlok oda senkinek, de ha gondoljátok, hogy ötlet, akkor elmegyek és keresek valami érdekes fajtát. Ilyen, érdekes fajta. Mit?
Én kérlek érdekes fajtát. Te nem kapsz érdekes fajtát, mert neked már van 2 darab fajtád. És ilyen érdekes fajtát, vagy valamilyen fajtát lehet, hogy ki kéne sorsolni, mint a szombati videóba, nem? Ha gondoljátok ki, tehát azt is ide írjátok meg a videó alá. És mit? What kind? Milyen fajtát? Nem tudom. Majd körbenézünk. Jó, és én is kapok egy. Persze, meg mindenki kap egyet. A barátomnak van 10! Ja, én tudom, hogy a barátodnak van 10, de az nem azt jelenti, hogy neked is kell lenni 10-nek. Nem. Csak azért, mert neked van, vagy neki van 10, neked elég 2. Bőven elég 2, egyszerűen úgy csak egyet tudsz használni. 5, persze. Aha. Jó van. Mindegy, gondolják, mi rátom ide a videóra. Na, elmegyünk megnézni Michel a Davis, ugyanis azt hiszem, hogy vacsorázott eddig, megnézzük, hogy végzette. Davis befejezte a vacsorát, végeztél? Lazanyját vacsorázott. Mit nézzünk a tévére? Valamit. Aztán, mit akartam? Akartam nektek valamit mutatni. Ugyanis múltkor, jó múltkorában, a feleségem vett ilyen kenyeret, de nem akármilyen kenyeret, hanem banános kenyeret. Azt akartam megkérdezni, hogy nálatok van banán kenyér. Mutatom, hogy úgy néz ki, hogy egy rendes kenyér, bent van a hűtőben. Van több fajtában, és most olyat talált a feleségem, aminek jó az íze. Én is megkóstoltam, én nem szoktam banán kenyeret enni. Mutatom, így néz ki. Látod, ilyen szeletre lehet vásárolni. Van, ami bent van ilyen 5 darab egybe. Be kell rakni a hűtőbe, és ez a banán kenyér. Ha én megkóstoltam előtte, egyszer talán nagyon régen megkóstoltad, annyi nem szerettem. És azt mondta a feleségemnek, nagyon jó az íze. És elég jó az íze. Olyan az íze, mint a kenyér, de mégis van banán íze. Ettetek már ilyet, vagy nem ettetek ilyet? Vagy van ilyen nálatok, vagy nincs? Ebben a videóban lehet, hogy túl sokat kérdeztem. Csak most ilyen sok minden jutott az eszembe. Úgyhogy gondoltam, hogy megkérdezem tületek. Ugyanis sokszor van sok kérdésem hozzátok, csak ha nincsen videó, és mire van videó, addigra elfelejtem a kérdést, hogy mit akartam tületek kérdezni. Na minek? Úgyhogy nem más csinálunk, mint én azt mondom, hogy játszunk egyet, ugyanis ilyenkor még szoktunk egyet játszani a Davis-szel. Aztán ugye elmegy majd fürödni, aludni, szokásos dolgok. Mi a helyzet? Mit nézünk? Ezt a Hotel Transylvaniát. Látod? Ez az egyik kedvenc meséje, ugye? Ez rettentő jó ez a mese. Hogy? Ja, hogy? Mit mondasz? Hm? Mondod, hogy hello, szia, szevasz? Nem? Davis, kijátszottuk magunkat? Hm? Mit csinálsz? Hello! Ezzel előbb itten vonatoztunk, és látod, mi történt? Így mindenhova ment, így össze volt szépen rakva. Ugye szeret vonatozni, és a végére egy nagy felfordulás lett. Most mit csinálunk? Hm? Oda, az nem fog oda beleférni, az kicsoda? Hm? Who is this? Hm? Ki ez? Who is this? Úgyhogy ezt a mai videót én most lassan befejezem, ugyanis semmi érdekeset nem fogunk csinálni. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Szevasz! Szevasz! Ide a kamerába! Szevasz! Bum! Labdázom tovább a feleségemmel.